Dolgéza atya, a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs referense, a délelőtt első vendége. Dicsértessék Jézus Krisztus, hogyha Isten hozta. Mindörökké, amen. Itt már készülünk sütéssel, főzéssel. Mai nap kifejezetten az adománynapról beszélgetünk, arra felvezetően, hogy hát az EVTN katolikus világhálózat életében meghatározó és igenis fontos személyekkel készítünk interjút, és az ilyen, hát nem más, mint Géza atya, ez egyik ilyen. Hiszen számunkra itt a tévénél a cigánypasztoráció az egy rendkívül fontos kérdés. Azért azt láthatjuk, hogy itt a rendszerváltás előtt, rendszerváltás után néhány évvel azért a cigány kérdés, a cigánypasztoráció azért az emberek csöndesebbek voltak ezen a téren. Ez így van. A rendszerváltás előtt gyakorlatilag már lehet mondani, hogy hősies küzdelmet folytatott Hodászon az ottani görög katolikus plébános, és aztán talán a 70-es években Dél-Magyarországban Bankó József atya küzdött még a cigányság kérdésének, azért, hogy foglalkozzon a cigányság kérdésével, az egyház részéről nyilván. És utána, 90 után pedig, mint gomba módra szaporodtak el a cigánypasztorációs kezdeményezések országszerte. 100-nál több ilyen kezdeményezést tartunk most számon. Itt ez hogy volt Géza atya esetében, hogy szoktuk lenni, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, itt Géza atyánál a cigánypasztoráció, látta meg Géza atyát, vagy ez inkább egy tudatos, látta a szükségességét, látta, mennyire fontos az, hogy a cigányság körében evangelizáljunk, és akkor így lett ez egy ilyen fő téma, vagy fő fejezet az életében. Sokféle módon meg lehet ezt közelíteni. Nyilván Magyarországnak kb. 10%, 8-10% a cigányság aránya a lakosság körében. Nyilván lehet egy ilyen tudatos, számított döntés, azonban az evangelizálásnál nem csak így működnek a dolgok. Tehát én egy pillanatban, egy olyan helyzetben azt éreztem, hogy hívást éreztem erre, azt éreztem, hogy Krisztus küld erre a területre. És itt volt egy olyan személy, akinek a példáját látva? Hát mindenképpen Lankó József atya sokat jelentett, mert éreztem, hogy ő fontos. De inkább a helyzet hívott meg. Tehát egy olyan helyzetben voltunk, rászoruló családoknak karácsonyra vittünk is egélyeket, és volt két olyan család, amire a karitászosok azt mondták, hogy ők nem mennek ki. Ezt aztán elmeséltem már itt a tévénézők már ismerik. És ebben a helyzet, hát mit tehet a plébános, kimegy. Kivittem és megértettem, hogy miért nem szívesen mentek oda. De ugyanakkor egy hívást éreztem arra, hogy valakinek viszont foglalkozni kell, mert ez egy súlyos kérdés. Nyilván itt jött az a, hogy is mondjam, az emberi számítás, hogy a helyzetet próbálja 10% Magyarország, az evangéliumhoz nem illő helyzet, a cigányság és a nem cigányoknak a viszonya. Tehát nyilván itt van egy ilyen gondolkodó számítás is, de a kettő együtt sodort erre a területre. Igen, ezért azt láthatjuk, hogy ez a téma, ez mind a mai napig elég erősen megosztja itt a társadalmat. És talán pont annyira fontos az, hogy itt az EVTN-en mi erről szeretnénk beszélni. Mint ahogy ezt Géza atya is említette, ugye ez egy olyan keretek közé van szorítva jelenleg, ami hát elég távol áll az evangéliumtól. Így van. Én nagyon hálás vagyok az EVTN-nek, és nem csak az EVTN-nek, hanem a médiának. Éppen azért, mert foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Általában az ilyen, hogy is mondjam, evangéliumhoz, sőt, hát mondhatom, hogy emberhez nem méltó viszonyulások, ugye az ember úgy szívesen söpli a szőnyeg alá, hogy ne kelljen foglalkozni vele. De hogy elővesszük ezt a kérdést, ki akarjuk tárgyalni, meg akarjuk beszélni, keressük a megoldásokat, nem biztos, hogy első pillanatra megtaláljuk, de hogy foglalkozunk vele, ez azt hiszem lelkiismereti kötelezettségünk, és az evangéliumból fakadó kötelezettségünk, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy a Bonum TV, bocsánat, EVTN, lánykori nevén Bonum TV, igen. Foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mi a probléma? A probléma az, hogy vannak szavak, hívó szavak, nem tudom, például a csokoládé, itt most előfordult, a gyerekek itt vannak, lehetett látni, hogy fölcsillant a szemük, hogy csokoládé is van az asztalon. Ez a szó egy csomó kellemes, jó érzést hív elő bennünk.
A cigánysággal kapcsolatban nem ez a helyzet. A cigánysággal nagyon sok negatív érzés, nagyon sok minden összetevője van. Ugye évszázados előítéletek, ismerjük a történetet, hogy jó legyél, mert ha nem lesz jó, elvisz a cigány, szokták mondani magyar oldalról. Nem tudjuk, hogy a cigány oldalról is megvan ez, hogy elvisz a gádzsó, mondják. A, tehát egy évszázados, mélyen gyökerezett történelmi előítéletről van szó. De már most, amikor az előítélet előkerül, akkor mostanában mellé társul ez a politikai korrektség, hogy ezt a szavat inkább ne használjuk, öljük ki. Vajon ez, talán ez a kérdésem, hogy vajon ez a megoldás, hogy akkor ezeket a szavakat nem használjuk, kvázi eldobjuk, vagy inkább az a, hogy próbáljuk tudatosan a társadalmat formálni. Mert hogy ha azt mondjuk, hogy ne használjuk ezeket a szavakat, akkor talán pont még inkább ráirányítjuk a figyelmet itt a különbségekre. Illetve hát próbáljuk elmosni, igen. Más szavakat használunk. A szőnyek alá, igen. Igen. Más szavakat használunk, de szavak használatával ezt a kérdést nem lehet megoldani. Viszont, tehát sablonokban gondolkodunk, és a televíziónak, és általában a médiának, rádiónak, televíziónak, a tömegkommunikációnak, tömegtájékoztatásnak van egy olyan szerepe, és azt hiszem, hogy ilyen módon nagyon nagy hasznot tud hajtani ezen a területen, hogy megmutatja az emberarcot. Tehát előhív bennünk, a szavak előhívnak sablonokat bennünk, érzéseket hívnak elő, és azt láthatjuk, ha megmutatunk egy esetet, egy személyt, aki átlépett ezen az előítéleten, megvívta a küzdelmet belül. Azért számos ilyen példa van. Számos ilyen példa van. Többek között azt gondolom, hogy én is egyébként ezek közül, a példán közül tartozom, hogy egy rossz tapasztalat, aztán pedig sok jó tapasztalat. Hát egy buszmegállóban egy cigány fiatalember ott állt, és mindenféle meglátta valaki egy erőteljes asszonyság, és mondta, hogy a cigányok így, a cigányok úgy, és vette a bátorságot a cigány fiatalember, odalépett hozzá, és ez önnek fájt, mert elmesélt egy esetet, hogy sértették meg. És elmondta, még jobban elmondta, hogy mennyire fájt ez neki, hogy így megbántotta egy cigány ember. És akkor azt mondta, hogy asszonyom, én most a cigányok nevében bocsánatot kérek öntől. Csönd lett a buszmegállóba, többen voltak benne, és mondta, hogy én elmondhatnék másik 20 esetet, amikor engem sértettek meg, mint cigányt. Az előítéletek miatt. Az előítéletek miatt. De én most ezt nem teszem. Mert nincs értelme. Igen. Nincs értelme. A sérelmeinket felsorolhatjuk, de nincs értelme. Talán el kellene kezdeni egy új kapcsolatot. És csönd lett. Nagyon éretten viselkedett ez a fiatal ember. Az az igazság, hogy a tegnap történt egy 17 éves fiúnak az első áldozása. Egy olyan családban, és nem csak a család, a falu környezete olyan, hogy is mondjam, hát nem divat a vallásosság, hogy finom legyek, és hát nem árulok el titkot, a faluban jelen van a drog, az alkohol, mint ahogy nagyon sok faluban ez nagyon erőteljes manapság. Ilyenkor szeretik az Istent félretenni. És ilyenkor szeretik az Istent félretenni. És gyakorlatilag csak úgy beleképzeltem magam ennek a fiatalembernek a helyébe, hogy hát vonzások között él, a barátai ott vannak, a gyerekkora óta barátai, akik más úton járnak. Micsoda bátorság kell ahhoz, meg ciki a pappal, meg az egyházzal, meg a szentasszonyok közébe mész, ilyeneket mondanak a gunyoros megjegyzéseket. És hogy valaki vállalta ezt, mert valami igazságot meglátott. Az előítéleteken túl, a sablonokon túl mert gondolkodni, és az Istennel való kapcsolat határozta meg ezt a lépését. Nem tudom, hogy holnap mi lesz. És hadd mondjam, hogy elég sok varga betűt jár ilyenkor végig egy fiatal. De amíg erre a döntésre eljut, és hogy is mondjam, jelen voltam az első áldozásnál, egy fantasztikus ünnep volt, egy gyönyörű szép ünnep volt. Ő egyedül volt egyébként első áldozó, vagy sokak között? Egyedül volt első áldozó, vállalta egyedül, mondjuk egy iskolába volt, Szaléziaknál volt, Kazincbarcikán, de
de ott is a többi barátja, aki nem vállalta ezt, ott jelen volt az első áldozásánál, és részesei voltak ennek az ünnepnek. Micsoda tanúságtétel ez? Igen. Tehát, hogy a média azt teheti, hogy bemutat olyan arcokat, amelyek a sablonok mögött rejtőznek, emberarcokat, embersorsokat, lépéseket, amelyek oszlatják a szakadékot, a távolságot, közelítik a... És hát talán ezzel, hogyha ezt megteszi a média, ha ezeket a sablonokon túl tud lendülni, akkor visszatér az eredeti céljához. Mert talán mostanában egyébként a sajtó, a média is egy ilyen szitokszóvá vált. Ugye hát a média az igazából csak azt segíti, hogy egy társadalom minél polarizáltabbá váljon, és mindjárt megosztottabbá. És hát milyen jó, hogyha ha vannak olyan médiumok, vannak olyan sajtóorgánumok, amik pedig éppen ezeken a sablonokon túl nem a polarizáltsághoz járulnak hozzá, hanem éppen ahhoz, hogy nőjen a megértés, az egyetértés. Így van, összefogja, integrálja a társadalmat, és a pozitívum mellett integrálja. A jót választani az mindig egy kicsit kockázat, ciki. Mert szokták mondani, hogy ha a postás megharapja, illetve a kutya megharapja a postás, az nem hír, de ha a postás harapja meg a kutya. Tehát ilyen különlegességeket, negatívumokat, botrányokat használnak fel arra, hogy fölhívják a figyelmet, a nézettséget növeljék. De lehet növelni a nézettséget a jónak a bemutatásával is. Mert ahhoz is, tehát egy kockázat, egy küzdelem, szembeúszni az árral, ez egy erkölcsi tartást követel. És ezeket, ha be tudja mutatni, és a Bonum TV ebben élen jár, ha szabad így mondani, vannak más, nyilván más médiák, médiaeszközök is, amelyek ezt fölvállalják, de mindenképpen nagy segítséget jelentenek abban, hogy egy emberhez méltó társadalomban éljünk. Mert ilyenkor azt gondolom, hogy a médiának a szerepét vagy túlértékeljük, vagy pedig pont, hogy lealacsonyítjuk. És talán éppen egy ilyen helyzetben, amikor most is éppen a tanúságtételről beszélünk, akkor hát mi az, ami segíthet az ilyen sablonok való túljutásban? Igazából nem is az, hogy mi most itt beszélgetünk, hanem az, hogyha ezt valaki hallja és úgy dönt, hogy akkor ő lesz az, aki túllendül ezeken a sablonokon, mint akár ez a fiatal ember, akit említették, Géza atya, vagy a busz megállóban álló úriember is. Akkor talán ez itt a kulcs, hogy meghallani az üzenetet, és aztán balra nagyon beleültetni a saját életünkbe. Így van, így van. Hát nyilván a példa vonz. Igen. Hát van, akit a negatív példa befolyásol, de a pozitív példa lehet vonzó. És aki rezonál rá, aki lép ennek a hatására, és a környezetében egy pici változás megtörtént, ez akkor már megérte csinálni. Géza atya, mint ezt hallotta itt a délelőtt legelején, közeleg az adománynapunk, június 19-e. Van esetleg egy olyan üzenet, amit a nézőinknek üzen? Akár egy olyan központi téma, ami most különösen... Rövidnek kell lenni, vagy mondhatok? Egy rövid üzenet. Megéri ezt a fajta médiát, amely nem a fogyasztástól függ, nem az üzlettől, nem az érdekektől függ, hanem a hívektől teszi, illetve a nézőktől teszi magát függővé. Ez egy bátor vállalkozás szintén, és ezért megéri támogatni. Nagyon szépen köszönjük Dúl Géza atyának, hogy itt volt velünk, illetve hát, hogy kora reggel feltételezem, hogy fel kellett kelni ez egy hosszú úton a Vácatról. Köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és áldott szép hetet, áldott szép nyarat kívánunk. Viszont kívánom a kedves nézőknek is, és a Bonum TV minden munkatársának.